Erőtegiséget, kedves bajtársak! A Gavel Game Csinem, raptorövös a szolgálta jelentkezem. Ismét, hogy láthatjátok a Dread Down a nevezetű játéknak a demóját fogjuk a mai nap folyamán kipróbálni. Ugye Steamen ez is elérhető, ti is ugyanúgy le tudjátok tölteni. A játékot tekintve egy ilyen nyílt világú zombis túlélés történetet kell elképzelni, és egy diákot fogunk alakítani, és ugye többet magunkkal kell úgymond az iskolát megvédeni. Úgyhogy lesznek ilyen társaink. A játék viszont egyjátékos módot tartalmaz, tehát nincs benne multiplayer egyelőre, aztán lehet, hogy majd a teljes verzióba esetleg érkezik. Ugye farmolgatnunk kell, és minden egyéb ugye dolgot csinálni, amit ugye egy Survivor game-ben ugye megszokhattunk, és ugye mondjuk egy ilyen felülnézetes világ lesz, ami ugye a szemünk elé fog tárulni. A gép GPU, a processzor, illetve egyéb tekintetében, úgymond a játék az nem kíván nagyon sokat, majd meglátjátok, hogy a grafika sem éppen a legerősebb, de lehet, hogy annál nagyobb élményt fog nyújtani. Úgyhogy akinek van egy Intel i5-ös 4460-as processzorja, 8 GB RAM-ja és egy GTX 560, az ugye simán tud játszani a játékkal, e fölött pedig aztán mondhatni, hogy álom lesz a játék. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, lessük meg, hogy milyen maga valójában a game, és akkor majd eldöntjük, hogy mennyire tetszik, vagy sem. Hú! Fel tudunk sprintelni. Aha. Jó, hát ezen a hangerőn ezen veszünk lejjebb. Elég üvölt a játék. Á, tudunk shift-tel is, nem muszáj ez F-fel. Gondolom ide kell jönnünk. De sok zombi van. Oké, már futni kell. Nincs valami fegyver. Tudunk stackelni. Aha, tudunk. Írj, hogy 2 van. Jó. Ouch! Hello! No!
Na most vissza kell menjünk? Arra, hogy kíváncsi, hogy tudunk-e tőlük elvenni cuccokat. Pénz az van nálunk. Biztos jó lesz valamire egyszer. Ami nem sok HP-nk van, tehát. Úgy jó sok materiál van. Valami fegyvernek jobban örülnék. Amúgy. Wow! Levágja a kezét, hé. Rendesen ide lesz szabdalta a csávó. Na, nem tudjuk megnézni, hogy melyik micsoda. Öld meg! Inkább nem. Hát én nem látok más piros pöttyöt. Ah, itt még volt egy. Mi a neved? Kösz! Ó, és akkor itt tele lett a izé, aha. Szóval ez, amit látunk, oké. Jó. Igen. Ez visszaállítja ugye a HP-nkat. Hova lett a zseblámpa? Itt van. Állítsuk helyre az egészségünket, mert azért nem vagyunk teljes mértékben jól. Az, hogy nem nagyon van itt cucc. Valami fegyverzet vagy ilyenek. Ó! Azt mondja, ó! Jó, menjünk szerintem ki. És az a feladat. Húzzunk innen kifelé.
Go outside. School gate and look. Oké, de hol van az a kapu akkor, ahova menni kell? Vagy ez lenne itt a kapu? Tudom, ez a focipálya. Az vagy nem nagyon jelzi a küldetést, vagy ez a nyíl lenne az? Lehet. Ja. Ez a nyíl az. Iha. Mondjuk így, hogy mozog a kamera, meg állandóan szakad az eső. Oké, menjünk vissza. Vannak egy pár a földön. Erre. Ide föl. Igen. És akkor azt mondja, hogy ide be. Oké, jó sok a sztori egyelőre. Most így küldözgetnek minket jobbról balra. Hát veled mi történt? Igen. És komolyan? Menjek át a könyvtárba. És tudom, hol a könyvtár.
Hups. Nem erre kell jönni. Hanem erre. Van egy terve, na, nézzük mi a terve. Ó, elcsalta nekünk a őröket. Csak gondolom, most ki tudunk gyors szökni. Érdekes. Húha. Sok a zombi, nekünk meg amúgy nincs fegyverünk. Elvileg most kaptuk. Aha. Nem! A csávótól akartam kérdezni, vagy kérdezni, hanem fel akarom venni az izét. Ami nálam. Hát, hogyha pénzzel esetleg érünk valamit majd később. Szerintem arra nem megyünk. Hűha. És arra kell pedig menjünk. Jó, hogy nem vesznek minket észre. Az igen. Olaj, egyéb dolgok, kukorica.
Hát, meghaltunk. Szia. Mi? Innen kezdem előről? Elég fura ez a harcrendszer nekem egy kicsit. Haj meg. Haj meg. De miért? Csomó HP-t veszítünk így. Mondjuk ezt nem értem, hogy miért rohannak oda bele. Végül is nem baj, hogyha bele rohannak. Jó, menjünk innen hátra, gyere! Oké. Egy picit nehéz szerintem ez a harcrendszer. Ebből a tankból nem lehet kivenni valamit? Need lockpickebb. Oké. Okay. Aha. Hát lehet, hogy az előbb is ez volt a hiba, hogy abba beleálltunk véletlen. Abba a tűzbe, itt elég hamar meghalunk. Kalapáccsal verjük szét akkor, hogyha kell. Menj innen! És nem szívtuk be. Verjük megint, míg elvonul itt a tömeg. Nem tudom, beindult volna, ott valami riasztó is azért. De hát rámugrik a szemét. Ja, a picit olyan nehéz megtalálni, hogy honnan mit veszünk föl. Jó, nem jó.
Nem. De nagyon rám jöttek. Mennyi kell ezekbe amúgy? Egy hete ütöm őket, azt nem hallnak meg. Hát nincs 4 HP-m csak. Ez probléma. Jó, legalább ez visszatöltött valamennyit, nem tudom, hogy ebből mennyi van. Úgy látom végtelen darab. Nem, most elfogyott, jó. És nem is lehet mindegyik autót amúgy megnézni. Nem jó! Hát jó, hogy visszatöltöttük az életünket. Oké. Hát ez jól sikerült, srácok. Felrobbant ez a valami. Mondd azt, hogy ez itt az, amire én gondolok. Hát ezt egyből ránk jönnek. Komolyan nincs benne semmi. Nem nagyon ad a játék amúgy healt vagy ilyesmit. Itt vannak ugye a csapdák meg ezek, amiket ugye majd tudunk építeni. De nekem olyan kéne, ami ha tudunk lockpicket csinálni. Meg lőszert. Armor. Az ilyen csali. Az rendben is van, csak hol van a hidegős cucc. Ezeket itt szerintem most kifosztottam. Szerintem meg fogunk halni. Van egy olyan érzésem. Hajj már meg. És ennél sincs egy bandás, vagy semmi, vagy valami, hogy legalább felhílelnénk magunkat egy kicsit. Ennél volt lőszer, de hiába, hogyha... Ha meg fogunk halni...
hova kéne menjünk? Oda, és itt vagyunk. Csőrik a tyúkot. Jó hangos az a helikopter is. Akkor elmegy. És itt vannak amúgy a cuccok. Jaj, üsd le! Bököd le kell, megbököd le. Véged van. Aztán tudjuk kinyitni. Nem. Semmit nem tudunk kinyitni, az a baj. Need lockpicker, várjál, azt tudunk csinálni. Aha. Kérdezni akartam, hogy szerintetek mit fogunk találni egy traktorba. Tehát ültetni azt biztos, hogy lehet a játékban, mert rengeteg mag meg ilyesmi van. Tehát, hogy ez látszik. Hűha! Bátyja azért intézi őket. Kösz! Jó vagy. Jöhetnél velünk amúgy. Csak megsebez megint. Ből mennyi van? Stamina meg HP-t ad vissza és 3 darabban. Nem sok. Nem sok. Nem sok. Nem sok. Hello. Oh. Oh. Öld meg! Az. Egyből megölnek, vagy megszurkálnak, megcsípnek, megharapnak. Igen, Jézus van. Lőjed őket, lőjed. Nem lehet neki azt mondani, gyere velem? Legalább mit találnánk egy fegyvert? Vagy mondom, legalább lenne náluk valami HP-zós cucc. Hogy jutunk itt át? Elhúzzuk őket ide? Be tudunk menni épületekbe?
Be tudunk jönni. Oké. Itt van lőszer. A Molotov koktél. Fa. Ez is robbanószer szerintem. Szkötél. Van ilyen csali. Meg papír. Aha. Ezzel fölhíleljük magunkat rendesen. De hangos az a helikopter, amikor elmegy. Jó, hogy nincs súlykorlát. Amúgy érdekes a játék, nekem tetszik így első ránézésre, tehát hogy ami benne van. Nem tudom ti, hogy látjátok, de szerintem egészen jól játszható is. És be lehet jönni épületekbe, így meg aztán főleg ad egy kis pluszt. Mindent elhozunk, mert nem tudjuk, mi kell majd később. Azt nem tudom, hogy még kocsi az, amit föl lehet. És mitől haltam meg? Ha jó van, szivat a játék. Remélem, hogy onnan kell kezdeni a francból. Onnan hát. És azt se tudjuk, hogy hol vagyunk amúgy. Itt térképügyileg, hogy oda kéne menni. Ha, oda kéne jönni. Hát itt elég nehéz végig jutni odáig. Na mindegy, srácok. Nagyjából így néz ki a játék. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, hogy ki fogjátok-e próbálni, vagy sem tetszik, vagy sem, de én szerintem elég hangulatos, tehát elég jól el lehet benne lenni, játszani. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb is. Addig is jók legyetek, halljali, sziasztok!